A Dobótéről indult a Hevesmélyi Diabétesz Szövetség kerékpáros felvonulása. Az egyesület tagjai kicsik és nagyok két keréken rótták le tiszteletüket megmentőjük előtt. A Diabétesz Világnapon ünneplik ugyanis a cukorbetegek Frederick Banting kanadai orvos születésnapját, aki 1922-ben az inzulin felfedezésével több millió cukorbeteg életét mentette meg. A kiemelten közhasznú egyesület tagjai minden évben megemlékeznek az orvosról, és Keller Józsefné elnök elmondása szerint több mint egy évtizede hívják fel a figyelmet a diabétesz veszélyeire, prevenciós szűrő kampányokkal, illetve segítik főként fiatal klubtagjaikat életmódtáborokkal. A Heves megyei Diabétesz Szövetség 1991-ben alakult, cukorbeteg táborokat szervezünk, most már immár 20 táboron vagyunk, túl 800 körüli a létszám, akiket eddig táboroztattunk. A cukorbeteg gyerekek életét és életminőségét próbáljuk ezzel javítani. Az egyesület tagjai néhány tiszteletkört is megtettek az érsekkerti szökőkút körül, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy megfelelő inzulinadással és diétával, valamint rendszeres sporttal, mozgással kivéthetők a betegség szövődményei. Egyik klubtagjuk, Tordai Vince, cukorbetegként egy nemzetközi futballszervezet élsportolója is. Én úgy gondolom, hogy nem csak a cukorbetegeknek, tehát minden embernek nagyon fontos a sport, a mozgás, hogy azért karba tartsuk a szervezetünket és saját magunkat is, és úgy gondolom, hogy a mozgás még nem ártott meg senkinek, csak egy kis akarás kell hozzá, és minden elérhető. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség adatai szerint ma már mintegy 400 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik.